Édesapám dr. Reichenbach György közjegyzőként dolgozott. Ő volt az első a családban, aki egyetemet végzett. Édesanyám Cimbál Anna Ecsekről származott. Öten voltunk testvérek, három fiú és két lány. Mi fiúk az orvosi pályát választottuk, a lányok tanítók lettek, itt Pécset végeztek. Szűkösen éltünk, de nagy szeretetben és gondoskodásban. Romhányi György életének egy részlete. A mintegy 100 éve Pécsett is oktató magyar orvosról írt monológot Füzes János, aki színpadra szerette volna vinni az alkotást. Több mint 40 évvel ezelőtt ismerkedtem meg dr. Romhányi György professzorral, és hát ez a 4 évtized alatt szinte semmi nem történt. Akkor egy televíziós felvétel volt a végeredmény. És most, amikor a Covid ideje eljött, a járvány ideje, és az egész ország azért küzdött, és drukkolt, hogy az orvosok bírják ezt a hatalmas leterelést, akkor gondoltam arra, hogy most eljött az ideje, hogy egy magasabb szintre emeljük a professzor ismertségét, ami természetesen hát 4 évtized alatt alaposan megkapott. A darab, de majd erről Mikuli János rendező bővebben is szól, tulajdonképpen egy olyan tanártípust akar bemutatni, teljesen mindegy, hogy az orvos egyetemen van, vagy bárhol másott, de ez ma már, hát nyugodtan kimerem mondani, hogy nagyon-nagyon ritka. Erről szól a darab, hogy mitől az, mit érdemes belőle átvenni. Ami az ő mikroszkópjában nem látható, az nincs is. Általában így kezdem az előadásaimat egy kis történettel. A tudománytörténetre soha nem sajnálta az időt. Minden előadás olyan, mint egy színházi premier. Amikor először találkoztam a hallgatókkal, úgy, mint most magukkal, akkor bemutatkoztam. Dr. Romhányi György vagyok, a rettegett tantárgy, a patológia professzora. Hallottak már rólam? Nem? Akkor itt most abba hagyom. Éppen egy évvel ezelőtt találkoztam Mikuli Jánossal, és adtam át neki a szöveget. Benne nagyon bíztam, hogy elolvassa, és úgy is történt, és kezd vele valamit. Onnantól kezdve a munka teljesen gördülékeny. Nem volt olyan mozzanat az elmúlt egyének, amikor ne értettem volna vele egyet. Majdnem furcsa, de ez most így van. Tulajdonképpen ugye Romhányi Györgyről Pécsett szobor van az egyetemen, aulát neveztek el róla, különböző díjakat, emblémákat neveztek el. Ám de, mint említettem, ez a 4 évtized nagyon-nagyon megkoptatta az ismertségét. Miért ismernék? Ő 25 évfolyamot tanított. Ennek, ezt beszorozva, hát majdnem 4-5 ezer hallgató, de hát azok is már mind idősek. Mi azt szeretnénk, hogyha a fiatalabbak merítenének ebből erőt. Ami az életemet illeti, százszor szerencsésnek és boldognak vallhatom magamat, de erről nem beszéltem sokat. Amit elértem, azt megértő családomnak, feleségemnek, lelkemnek és ihletőmnek, Szödényi Nagy Magdolnának köszönhetem. Ő volt az, aki nyugalmat és harmóniát teremtett körülöttem, elviselte időnkénti morgolódásaimat, bíztatott, bátorított. A 25 oldalnyi szöveg végül Mikuli János kezébe került, aki megrendezte a Professzor vallomása című darabot. Bevallom őszintén, hogy kissé félve vettem át, hiszen színházigazgatóként, rendezőként sokszor kaptam különféle szövegeket abból a célból, szerzőktől, hogy a színház kezdjen vele valamit, mutassa be. És bizony nem csak jó tapasztalataim voltak ez ügyben, hanem inkább rosszak. János régóta ismerem, és persze elolvastam ezt az írást, és ott volt az első meglepetés. Ezt a szöveget úgy lehetett elolvasni, hogy nem kellett letennem közbe.
végig fönntartotta az érdeklődésemet, izgalmas volt olvasva is a szöveg. A másik dolog, ami miatt érdekes volt számomra, hogy Romhányi Györgyről szólt, a professzorról szólt, az egyetemről szólt, és a színház régóta fontosnak tartja azt, hogy a munkáiban időről időre az egyetemről is szóljon. Mivel ez egy nagy monológ, tehát egy személyes előadás, szükség volt egy megfelelő színészre. Így esett a választás Inhof Lászlóra. A művész azonnal igent mondott a felkérésre. Ennek van egy olyan oldala is, hogy mint rangidős korban én állok legközelebb a professzorhoz, és hát ennek a jó néhány oldal szövegnek is valakinek neki kellett ugrani és magáévá tennie. Maga a szöveg egyébként szerintem izgalmas, érdekes, tanulni is jó volt, mert hát sok olyan dolog van benne, ami hozzám is közel áll. Én végül is biológusként diplomáztam itt az egyetemen, ami hát, ha nem is orvoslás, de azért az alapok megvannak. Érdekes volt megformázni a professzort, ugye, aki hát végül is egy komoly tanár egyéniség volt. Tudják, mi jelenti az emberek számára a legnagyobb kihívást? Nem tudják? Hát a betegség. A betegségtől, a haláltól való félelem, a halál elutasítása, a tanácstalanság. Hát a halhatatlanság utáni vágya mai napig végig kíséri az életünket. Ugyanakkor ennek a rettegésnek volt köszönhető az orvostudomány kialakulása és fejlődése.